Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Az elmúlt napokon hallottunk Zakariás és Erzsébet, az idős házaspár jellemzésében arról, hogy igaz emberek voltak, megpróbált emberek voltak és imádkozó emberek voltak. Ma figyeljünk arra, hogy engedelmes emberek voltak. Isten megbízta egy szolgálattal őket, arra méltatta, hogy ők neveljék fel az Ószövetség utolsó prófétáját, Jézus útkészítőjét, Keresztelő Jánost. Zakariásnak és feleségének ígért fiúgyermek útja már ki van jelölve. Tudnia kell majd felnövekedve, hogy Istennek van terve az életével. Azért ad Isten az idős házaspárnak a késő öregkorban gyermekáldást, hogy kiderüljön, az Istennél semmi sem lehetetlen. Bár először Zakariás kételkedik az angyal szavában, ezért megnémul a gyermek születéséig, de Istennek minden ígérete beteljesül. Zakariás és Erzsébet engedelmeskedtek Isten akaratának, és fiúk, Keresztelő János láthatta a jó példát életükben. Ahhoz méltóan nevelték, amiképpen hallották azt Istentől. Nem egy-két neveltek belőle elkényeztetve, úgy nevelték, hogy megértse, Istennek van terve az életével. És János megtudta azt, hogy majd felnövekedve, ő lesz a megváltó útkészítője. Máté evangélista leírja, amikor felnőtt János, akkor a pusztába ment, tevezőruhát hordott, derekán bőrövvel, és tápláléka sáska volt és erdei méz. Zakariás és Erzsébet Istennek engedelmeskedve, az ő iránta való engedelmességre nevelték fiukat, Keresztelő Jánost. Igénk kérdése, mi hogyan neveljük gyermekeinket, unokáinkat? Istenünk iránti engedelmességben neveljük őket? Teszünk-e azért annak érdekében, megtudják, Istennek van terve az életükkel? Meglátják-e rajtunk, hogy mi a hatalmas Isten szolgálatában állunk, akinek engedelmeskedni jó, és ez ad értelmet, tartalmat, boldogságot életünknek? Hisszük-e azt, hogy nem csak a rossz példa, de a jó példa is ragadós? Kövessük engedelmesen Jézus Krisztust, így lehetünk jó példák a reánk bízottak közösségében. Amen.